Ha lehet ilyet mondani, hogy szerelem gyermek egy házról az igazi gyermekek mellett, hál' Istennek, akkor ez a budakeszi templom, ez valóban maga azért, mert egy építésznek azért a templom azért mindig az egyik csúcs az életművében, vagy a munkái között, akármilyen kicsike kápolnáról is van szó, a dolognak a szakralitása az hordoz olyat, amit azért más ház nem tud. Magának a tervezésnek, úgy a tervezésnek, mint pedig a kivitelezésnek a folyamata, olyan barátságok, együtt gondolkodások, lelki összehajlásoknak az emléke, amelyekre nagyon jó visszagondolni a ház összes azóta fölismert kisebb-nagyobb hibája mellett is. Tulajdonképpen már nem is az érdekel, hanem ezek a barátságok, ez a szeretet, amiből összeállt ez a ház. Én nem fejlesztettem ki magamban olyan végegyszerű stílus elemeket, amelyekről sok építészt meg lehet ismerni, ismerteket, tehát ilyen mondjunk sztárokat nemzetközi szinten. Ilyenek nekem nincsenek, részben mert buta vagyok hozzá, hogy ilyeneket kigondoljak, részint pedig van egy-két olyan menő építész is, akik minden egyes feladatnál nulláról kezdik, újra föltalálják magukat, megújulnak, hiszen minden helyzet, minden megrendelő, az mindig más. És minden új feladatnál bennem van az a feszültség, mint a legelső egyetemi feladatnál, hogy Úristen, vajon ezt meg fogom-e tudni oldani. Biztos, hogy én vagyok erre a legméltóbb, és mindig egy ilyen újrakezdés az egész.